Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. A főcím konfigurációs állomány szerkesztése, az alcím a dunst beállítása. Azaz már sejthetitek, hogy nekem kettő célom van a mai beszélgetéssel. Egyik, hogy bemutassam, hogyan érdemes egy konfigurációs állományt szerkeszteni, azaz egy kis tippek, trükkök, hogyan kéne csinálni, hát mire kéne odafigyelni, felkiáltású dologgal fogunk foglalkozni, illetve, hogy ennek legyen is értelme, egy egyszerű dunst kijelző beállítást fogunk végrehez vinni. Miért? Mert hogyha elrontod, maximum nem fogja kérni neked a dunst, hogy bizony letöltődött a torrent file, vagy éppen új üzenetet kaptál a Discordon, vagy egyéb a programok által küldött üzenet kijelzés nem működik. Ráadásul kötelező, nagyon kötelező dolog, hogy lemented az eredeti konfigurációs fájlodat, és utána, ha a régit, amit szerkesztettél, eltoltad, akkor természetesen a régit kitörlöd, az újat visszateszed, és utána a rendszer működik. És azért gondolom, hogy a dunsttal érdemes kezdeni, mert látványos, egyszerű, és hogyha elrontod, nincs vele nagy balhé, hiszen a rendszered működni fog, és nem fogsz megijedni attól, hogy vége a világnak, mert nem fog elindulni a rendszer. Mi az a dunst? A dunst egy kis program, amely csak azért felelős, hogy az üzeneteid megjelenjenek a képernyőn. Azaz, ha egy programnak van valami közlendője, mint ahogy az előbb említettem a Discordon, be lehet állítani, hogy kapjál üzenetet akkor, hogyha új bejegyzés történik, vagy letöltődött a torrent, vagy akármilyen ilyen kis üzenet, ami meg szokott jelenni a képernyőn, azért jó eséllyel a legtöbb rendszerben a dunst a felelős. Nagyon egyszerű kis program, a magyarázsva ez az alapértelmezett üzenet megjelenítő program, hát bizony én ezt használom, elégedett vagyok vele. Amit ki kell emelni, hogy nem ez generálja az üzenetet, csak megjeleníti, azaz telepíteni kell, telepíteni érdemes a Notify Sendet is a teszteléshez, ha nincs fent. Ez egy kis üzenet küldő program, ami a képernyőre kirak neked ezt-azt. Ezzel gyorsan és kényelmesen tudjuk tesztelni majd a dunst beállításait. Alapértelmezett két elvárásom van. Egyik, hogy a rendszeredben ez bent legyen, azaz ezt használja. Nyilvánvalóan, ha olyan a rendszer, hogy más üzenet megjelenítőt használ, akkor ennek a videónak nagy hasznát a dunst terén nem fogod venni, hiszen nem azt használod, és működik is. Azaz, hogyha eddig is kijelzett valamit a rendszered, akkor természetesen már semmi problémád nincs, csak be kell állítani, illetve akkor se kell hozzányúlni a dunst rendszerhez, a kinézethez, ha te ezzel elégedett vagy. Praktikusság miatt én úgy gondolom, hogy a teszteléshez a legegyszerűbb, ha Notify Sendet felrakjuk és ezt használjuk. Miért? Mert ezzel azonnal küldök üzenetet, nem kell arra például várni, hogy valamelyik program egy üzenet kijelzést kezdeményezzen és a dunst lépjen. Azaz, ezt fel kell rakni, és egy kis scriptecskét érdemes hozzáírni. Ami nagyon fontos, le kell állítani a dunst programot akkor, ha a szerkesztéssel végeztél, és üzenetet kell küldeni, hogy megjelenjen. Ha nem állítod le, ami nem egy nagy dolog, bizony akkor a régi konfigurációs fájl szerint fogja az üzenetet megjeleníteni, aminek nincs nagy értelme, hiszen nem látod, hogy mi változik. Én ezt a kettőt összebarkácsoltam egy scriptbe, ami nagyon kényelmes abból a szempontból, hogy ha a scriptet elindítom, akkor leállítja a dunstot, majd elküldi a megfelelő üzenetet, és gyorsan lehet szerkeszteni egy-egy scriptet, hiszen egy változtatáshoz pár változtatást eszközlünk, hogy be tudjak mutatni mindent. Természetesen az a legegyszerűbb, hogyha nem egy parancsort szerkesztesz, hanem a scriptesíted. Ha a scriptekkel hadilábon állsz, természetesen ugyanezeket a műveleteket meg tudod tenni parancsorba is, azaz beírod, hogy Notify Send, és utána kettős idézőjelben beteszed a küldendő idézetet, és megadod a megfelelő paramétereket, ha éppen szükségesek, akkor bizony ugyanez a jelenség, ugyanez a kiírás meg fog neked jelenni. Gyakorlatilag teljesen mindegy, nekem a scriptek a szívem csücskei.
Nézzük is meg, hogy mit kell beírni, illetve mit érdemes beírni ebbe a scriptbe. A script nagyon egyszerű, és akinek gondjai vannak a scriptekkel, életében nem csinált ilyet, annak azt javaslom, menjen fel a blogomba, a script alapokat nézze meg, és utána már professzionális módon megérti ezt az egyszerű, pársoros scriptet. A scriptek mindig valamivel kezdődnek természetesen, megmondjuk, hogy melyik környezetben, melyik shellbe szeretnénk ezt futtatni, alapértelmezett az SH vagy a BAS, teljesen mindegy. Ezt így be kell írni, nem kell megijedni, hogy hashtaggel, tehát kettős kereszttel kezdődik, nem comment. Ha elsősorban és futtatható az állomány, akkor a shell-et tudni fogja, hogy bizony ez egy script, és jó lenne, hogyha ezzel, jelen esetben a BAS shell-el végrehajtatnánk ezt a parancsot. A következő gondolat a kill all, dunst, ez leállítja a dunstot, ahogy megbeszéltük, az új konfiguráció életbe léptetéséhez természetesen le kell állítani, nem kell megijedni, nem öljük meg örökre a dunstunkat, hanem csak leállítjuk, a következő másodperccel, ha üzenetet küldünk, abban a pillanatban észleli a rendszer, hogy bizony jött egy üzenet, hát bizony jó lenne, hogyha a dunstot felélesztenénk. Ennyire egyszerű, tehát nem tesszük tönkre a rendszerünket ezzel természetesen. A következő gondolat az, hogy a Notify Sendet, hát egy kicsit konfiguráltam, egy kicsit kinézzem valahogy, és valami értelmes dolgot üzengessünk saját magunknak. Az első sorban ott van a cím sor, illetve a text sor. Ez a dátumot fogja nekünk kérni. De ide például Notify Send az időzőleg közé beírhatod, hogy kukutyin 2, és én vagyok a legokosabb ember a világon, ezt fogja neked kérni. Ennyi. Ennyi a scriptünk. Nyilvánvalóan lementi az ember, kap egy futtatási jogot, és utána jöhet a következő lépés. Mi a következő lépés? Amit már én elkészítettem, és meg is mutatom, hogy valóban ott van nekem, a mentés. A mentés. Első körben mindenképp le kell menteni azt a konfigurációs fájlt, amelyiket te szerkesztesz. Ez legyen alapeset. Most az, hogy te úgy mented, hogy fogod és lemásolod ugyanoda, és kap egy akármilyen utó elő, akármilyen tagot, például az, hogy a dunst RC, ez az, amit szerkeszteni fogunk, bizony kap egy kötőjel orig, az az eredeti beírást, ezt teljesen mindegy, azt írsz oda melléje, amit akarsz. Én általában, hogyha valamit sokat szerkesztek, akkor a blogban megbeszélt, meg már többször emlegetett scriptet használom, ami automatikusan lementi a fájl megnyitása előtt a fájlunkat, és hát bizony ennyi. Tehát lesz egy biztonsági mentésünk. Természetesen az is járható út, és egy ilyen egyszerű, hát viszonylag elterjedtebb konfigurációs fájlnál is megoldható, meg a legtöbb magyar ácsos konfigurációs fájlnál is megoldható, hogy a GitHub oldalukra fölmész, klónozod az adott felülethez, ablakkezelőhöz tartozó beállításokat, és utána megvan. Hogy nehogy azt higgyétek, hogy csak jár a szám, meg is nézhetitek, hogy nekem bizony le van klónozva a magyarás X-Monad fő ág, illetve a polibároság, hiszen ezeket a konfigurációs fájlokat én saját képemre és hasonlatosságomra szoktam szabni, ha nagyon eltolom a beállításokat, a saját gépemen ott lévő mentések, másolatok, klónozott beállítási fájlokat szépen bemásolom oda, ahova kell, és akkor nincs para, hogy valamit nagyon-nagyon eltolok, azaz mindenképp legyen egy B-terved arra, hogyha valamit eltolsz, akkor vissza tud állítani. A fájl elérése nagyon egyszerű, a saját könyvtáradba a config.config könyvtárba a dunst könyvtárba fogod megtalálni, és ő a neve dunst rc. Nyissuk is meg ezt a fájlt, hogy te mivel nyitod meg, az teljesen mindegy. Első körben én mindenkinek azt javaslom, persze el lehet térni, hogyha grafikus felületen dolgozik, és nyilvánvalóan egy ilyen egyszerű dolog beállításához grafikus felület teljesen megfelel, a Subtext 3-ast használja, mert ez minden tud, sokkal-sokkal többet tud, mint amennyi neked, vagy esetleg egy kis kezdő programozónak, egy kis scriptirogatónak bizony kell.
kiemeli a szintaktikát, azaz mindenre meg fogjuk találni azt a módot, ami számunkra fontos, nyissuk is meg. Miután megnyílott a fájl, látjuk, hogy elég sok bejegyzés van, úgy nagyjából el is fogunk rajta igazodni, de ez nem járható út. Első gondolat mindig az legyen, hogy valami manuált, leírás, cikket, akármit elolvasol a témába. Miért? Mert kaphatsz olyan tippeket, trükköket, ami által egy kicsit gyorsabban, jobban tudod szerkeszteni. Én a legegyszerűbb megoldást mutatom meg, megnyitok egy terminált, amit idehozok, és beírom, hogy MAN, azaz manuál, és DUNST. Ahogy lehetett látni az előbb, automata kiegészítéssel, ő már a historimba, régebben futtatott parancsaimban meg is találta, hogy bizony a MAN DUNST-ot én már többször használtam, és föl is ajánlotta, leenterezett. Kapsz egy szép, hosszú kiírást, amivel föl legombbal lapozgathatsz, nézegetheted, mit, hol és miképp tudsz beállítani. Azaz, hát itt látod, hogy a globál szekció, na hát ott a globál szekció, igaz? Itt látod, hogy ott van, hogy globál szekció, monitor, ott is látod, hogy van olyan, hogy globál, monitor, logikus, igaz? Gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon kényelmes dolog, hogy te akkor és úgy használod a leírást, ahogy kell, és látod, hogy milyen beállításokat, hogyan lehet megtenni, miképp lehet megtenni, milyen beállítások léteznek. Én úgy gondolom, hogy ez igazából alapvető, hogy elolvas. Menjünk is végig ezen a beállítási fájlon. Ajaj, előbb azt mondtam, hogy hát azért kéne a subtext editort használni, mert hát az kiszínezi, meg különben is szintaktikát kiemeli, látható ilyen, hát ez nem olyan, igaz? Hát első körben tegyünk egy olyat, hogy nézet, és oda megyünk, hogy szintaxis, és megmondjuk neki, hogy ez bizony egy sima szövegfáj, és azt szeretnénk egy kicsit kiszíneztetni a Burn Again Shell-et, a Bash-nak megfelelően, ez általában olyan fájloknál nagyon jó, ahol hát bizony egyszerű szöveges konfigurációk vannak, általában ez bevált, látható már színes is lett. Mi az, ami számunkra első körben nagyon fontos? Az, hogy a kettős kereszt a hashtag, azaz a hashtaggel, ezzel a kettős kereszttel tudsz valamit deaktiválni, vagy inaktiválni, hogyha éppen váltani akarod az élő vagy nem élő bejegyzést. Következő gondolat, ami számunkra érdekes és érdemes megtenni, nézzük meg, hogy miből indulunk ki. Nyitunk egy terminált, beírom, hogy nyelv, ezt a nevet adtam a scriptemnek, amit futtatok, és meglátjuk, kiírás meg is történt, tehát erről a kiírásról beszéltem, gyakorlatilag igazából mindenki ismeri, megint előhozom és megint kiírja. Ilyen a háttér, igazából nincs beállítva, nekem ez így nem tetszik, jó, elmegy. Igazából elmegy, de én szeretnék ezen egy kicsit pofásítani, meg hát egy kicsit odébb tenni, hogy nekem tessen, azaz konfigurálni. Az első gondolat, mivel én a manuált elolvastam, meg több cikket olvastam róla, megírtam is egyet a blogomba, így azért nem fogom el-vissza váltogatni a leírás és a konfigurálás közötti dolgokat, hanem gyorsan mondom, a monitor melyik monitorodon jelenjen meg? A fő monitor, az alapértelmezett monitor, a nullás, én azt szeretném, hogy itt jelenjen meg, ahol megjelent. A következő kérdése a rendszernek, hogy kövesse ő bizony az, hogyha két monitorod van, és átmész az egérrel, vagy a billentyűzettel másik monitorra, akkor ott jelenjen meg az értesítés. Ez számomra nem fontos, tehát nonéra állítom, és bizony ezentúl mindig a nullás monitoron és a megadott helyszínen fog megjelenni a kiírás. Engem zavarna az, hogy a másik monitorra dobná át a értesítést, amikor éppen ott van az egér, vagy a billentyűzetet ott használom. Azaz a beállítási lehetőségeket megnézed a manuálba, és szépen bemásolod, hogy keyboard vagy mouse, és akkor azt fogja követni, vagy a nonét fogod hát bizony beírni, hogyha azt szeretnéd, hogy az adott monitoron jelenjen meg, és nem máshol. A geometria. Na hát ez volt az első, aminek érdemes utána nézni, ma a geometria nem úgy geometria, mint ahogy normális programokban, hogy megadod, hogy 350x8 pixel jelenjen meg,
hanem mit adsz meg? Megadod azt, hogy 350 pixel széles legyen. Ez az első beállítás, amit te nagyobbra, kisebbre veszed, pixelbe van, azaz a monitor felbontása szerint a pixel szám, a pixelnek az értéke, hogy hány tized milliméter széles helyet foglal el egy pixel, az bizony változik, tehát be kell saját képedre állítani. A 8 az nem azt jelenti, hogy 8 milliméter, 8 pixel vagy 8 centi lesz a magassága az adott kiírásnak, hanem azt jelenti, hogy egymás után, egymás alá 8 darab kiírást tud kiíratni, ami nekem nem kell, az életben nem érkezik annyi kiírás, illetve akkor érkeznek ilyen kiírások, amikor dömping van valamibe, akkor meg természetesen rögtön észlelem, hogy kapok üzenetet az ABC programba, és akkor oda megyek, megnézem, mi a bánata van. Én ezt 4-re levettem, 4 darab üzenet jelenjen meg maximum. Ha ennél több van, ki fogja írni, hogy bocsi tesó, de megjelenítettem 4-et, és még van 19, vagy akármennyi, tehát tudni fogsz róla. A mínusz 0 plusz 50 a távolságot jelzi, tehát a geometriáját, a pozícióját jelzi. Nekem, elnézést, nem tetszik az a megoldás, amit az előbb láttunk, hogy bizony, mindjárt mutatom, ide a kávára fölmászik, szeretném egy picit odébb tolni. Ez a helyszín, ahol megjelent, az nekem nagyon megfelel, tehát a magassága, de igazából a kávától szeretném én egy picit elpiszkálni, mondjuk legyen egy olyan 30 pixelre, és nézzük meg, hogy sikerült ezt elkövetnünk, lementjük, és utána lefuttatjuk a scriptünket, vagy leállítjuk kilalla a dunstot, és kiiratjuk, amit szeretnénk. Látható, odébb is ugrott, ez volt a lényeg nekem, ami a szerkesztésem célja volt, hogy ne a kávánál, mínusz 30 pixellel odébb menjen. A shrink, ez nagyon trükkös dolog, és ezt Jessen próbált ki egyébként a Noon, de egy kis bemutatást szeretnék tenni, hogy mi a shrink. Előbb láttátok, hogy a hosszabb kiírásunk az ilyen nagy panelban jelent meg, de én megmutatom, hogy notifi send, és írja ki nekünk, hogy alma. Ez a shrink összepasszírozza a kiírás panelét akkorára, hogyha rövidebb a szöveg, mint a normál méretű panel, akkor bizony nem egy 350 pixel szélességű csikot ír ki, és a középre, elejére, végére, ahogy beállítottok, írja ki azt, hogy alma, hanem bocsi, összenyomja, és akkor ilyen picike kis kiírás kapsz. Egy kicsit esztétikusabb, mint hogyha ott középen lebeg. Ha ez nem tetszik, természetesen nóra teszed. A következő beállítás az értesítésnek a méretét fogja megadni. Megadhatsz egy minimális méretet, hogy mekkora legyen az értesítési ablakod. Én úgy gondolom, ez teljesen fölösleges beállítani, hiszen hogyha rövidebb a szöveg, amit küldenek kisebb panelba, ha pedig hosszabb a szöveg, nagyobb panelba fog megjelenni, azaz ezt az opciót ignorálni szeretnénk, azaz nullára állítjuk, rábízzuk a rendszerre, hogy akkora legyen az a panel magassága természetes, hiszen a szélességét megadtuk a geometriával, bizony akkor annyi helyet fog elhasználni egy panel, amekkora annak-e. Egy szavas, egy soros kiírásnál keskenyebb lesz, kisebb lesz a magassága. Ha háború és békét oroszul ki akarod irattatni, akkor meg az egész monitorra lefut egyértelmű. Azt hiszem, a szeparátornak, az elválasztónak a méretét, magasságát meg tudod adni. Én ezt följebb vettem 5-re, de ez az én dilim, hogy egy kicsit jobban szétváljanak a kijelzéses panelok, nyilván ha egy van, ennek nincs nagy értelme, de ha már két kijelzés, két értesítés van, ne folyjon annyira egybe, nem fog egybe folyni, mert én a keret nélküli értesítéseket nem szeretem. A távolságokat, a padokat, hogy úgy mondjam, érdemes beállítani, azaz van a keretet, amiben megjelenik a szöveget, és annak a szélétől mennyi pixel távolságot hagyjon a felirat és a keret között. Én úgy gondolom, hogy nulla, az elég ronda, fölmászik a keretre, a értesítési panel keretére, fölveszem 5-re, és akkor már egy kicsit másképp néz ki. A
frame, azaz a keretnek, majd egy kicsit durvább színnel is megmutatom, és akkor már értitek, melyik a keret, de hát gondolom, sejtheti mindenki, hogy mi a keret, annak a szélessége a 3 nekem, mivel kisebb felbontású monitorom, az nagy, én leszoktam venni ezt 2-re, egyéni dolog. A következő gondolat természetesen a frame color, tehát a keretnek az alapszíne, hogy milyen legyen az alapszíne a keretünknek. Ezt a color szint, tehát a keret szint nem itt szoktam állogatni, mert gyakorlatilag én szeretném máshol beállítani. Itt is be lehet globálisan, de én úgy gondolom, hogy ez a globális beállítás jobb lenne, hogyha nem globális lenne, hanem unikális, azaz a háromféle ablaktípusnál annyit tud ez a rendszer, ott bizony egyénileg legyen beállítva, tehát nézzük is meg, hogy mit tettünk, nem tettünk semmit, de ennek örömére le fogjuk menteni, és futtatunk egy tesztet, hogy bizony történt-e valami, hát nem az almát szeretnénk futtatni, hanem ez látható, egy picit távolabb kerültek a kiírások a kerettől. Meg én megmutatom, mert rövidre van állítva, hiszen az értesítés normál, vagy kicsi értesítés nem maradjon, hogy azt hiszem láttátok, hogy miről beszéltem a kerettől, egy kicsit odébb ugrott a felirat, és akkor egy szebben néz ki, véleményem szerint nem egy nagy dolog, de egy kis esztétikát vittünk bele. Szerkesszünk tovább. A következő dolgok, a separator color a frame colornak legyen megegyező, tehát ami elválasztónak a színe, az legyen a keret színe, hagyjuk így. Szerintem ez a legegyszerűbb, de automatára is lehet hagyni, vagy az előtér, háttér, akármilyennek a színét beállíthatod. Ide teljesen mindegy, legyünk őszinték, a szeparátornak, elválasztónak a színe nem izgalmas. A szortírozás, ez már igen, és hagyjuk alapállásba, sort egyenlő yes-szel, tehát szortírozza az üzeneteket, hogyha érkezik egybe neked két sürgős és egy kevésbé sürgős üzenet, felül lesz az az üzenet, amelyik sürgősebb. Ennyi. A normálisan állogatod a rendszeredet, a megfelelő programokban letiltod, engedélyezed, beskálázod az üzenetküldés sűrűségét, hogy miről kapjál üzenetet, mondjuk ha fent vagy Discord csatornán 5-ön, és ott állandóan írogatnak, nem biztos, hogy számodra az a legkényelmesebb, az összes üzenetet panelba fel fogja dobni neked, hogy jé, új üzenet jött, és akkor nézd meg, zavarja a munkát. A gondolat egyértelmű, a fontot beállíthatod, én alapállásba hagytam, lehet fontok között a méretet változtatni, kisebb-nagyobb méretű betűket, kiírásokat tudsz tenni, én leveszem 10-re, csak azért, hogy változtassunk rajta. A vonal távolsága, tehát a két sor közötti távolságot meg tudod adni, a nulla az alapértelmezett, azaz, ahogy a font készítők azt mondták, hogy a két sor normál távolsága ennyi, akkor a két sor normál távolsága fog megjelenni, ha szeretnél a távolságot emelni, mert olyan a fontkészlet, amit már megjelenítetted, hogy hát bizony, hogyha normál méretű távolságot a két sor között, az bizony ott hagyod, akkor fölmászik egyik a másikra, nem tetszik, akkor pixelenként emelgetheted a 0, 1, 2, 3, 5, 50, akármennyi távolságot, én nem szoktam ehhez hozzányúlni. A következő már a üzenetnek a mélyenségét fogja neked megjelenítetni, azaz milyen üzenet részek jelenjenek meg. Azt tudni kell, hogyha valamelyik nem küld fejlécet, összegzés, akkor az nem fog megjelenni. Oké? Az egyértelmű. Ha valamelyik nem küld ikont, az nem fog megjelenni. A legegyszerűbb, hogyha te ezt a formátumot saját képedre szabod. A saját képemre szabás ebben az esetben annyiból állt, hogy hagytam úgy, ahogy van. A formációon egyszerű, megadod a helytartókat, tehát a regexpeket, azokat, hogy például az üzenet jelenjen meg, a címe összegzése az üzenetnek, és a B, a body, a teste is jelenjen meg, tehát az üzenetet is szeretnéd megjeleníteni, de különböző egyéb dolgok is vannak, amiket meg tudsz jelenítetni, és előtte ez a hát két kacsacsört, két fordított kacsacsört közé betett B betű,
a boldot jelenti, ez a hagyományos HTML kódolás szerint van egy nyitó tagja B, és van egy záró tagja per B. Ezzel megjelenített boldba kicsit vastagított betűvel, majd utána jöjjön egy sortörés, ez a visszaper ennek az értelmezése, majd utána a új sorba természetesen legyen szíves megjelenítetni a szöveg törzset, amire érdemes figyelni, hova igazítod. Jobbra, balra, középre, szövegszerkesztőkbe ismert dolog, nyilvánvalóan egy középre igazított, vagy a másik oldalra igazított, a sorvégre igazított szöveg az nem annyira olvasható, alapesetben hagyjuk így. A következő bejegyzés a sortörés engedélyezése, természetesen, hogyha belefér és tördelje a szövegeket, az tördelje be rendesen abba a keretbe, ami belefér. Az ellipsz az nagyon érdekes beállítás és fontos. Ha hosszabb a szöveg, mint ami a keretbe befér, akkor mit csináljon? Hol helyezze el azokat a három pontot, amivel jelzi ő, hogy bizony már nem fér bele, azaz középet, a szöveg eleje, három pont, szöveg vége fog megjelenni. Ha előre teszed, megnézed természetesen a leírásba, hogy hol van az előre és a hátra megadási lehetőség, természetesen itt van a MAN-ban, oda fogsz lapozgatni és be tudod állítani, meg tudod adni, hogy az elejét csunkolja le és odaírjon három pontot, vagy a végét csunkolja le és odaírjon három pontot. Gyakorlatilag a middle, a közép, az alapbeállítás megmaradt. Ignorálja az új vonal, új sor parancsot. Igen vagy ne? A kérdés nagyon egyszerű. Hogyha van egy hosszabb szöveg, amit küld a rendszered, és abban van egy új sor karakter, azaz tördeli soronként, sorokra tördeli, mondjuk egy verset küld, akkor ezt a tördelést te figyelembe akarod venni, vagy azt mondod a dunsznak, hogy hát bizony dunsz, töröld ezeket a sorvég karaktereket, és helyezd be azokat a karaktereket, ami egy space, és légy szíves te tördelni. Ennyi, nagyon egyszerű. Tüntess el, dugja el a duplikált üzeneteket. Igen, az ikonok hol jelenjenek meg, illetve az ikonok maximális méretét szeretnéd szabályozni, ezt érdemes szabályozni, mert egyes ikonok, egyes ikonkészletek akkor az ikont küldenének, hogy hát elég csúnya lenne, 40 pixelre lehet, vagy érdemes szabályozni. Az ikonoknak az elérési útját megadhatod, érdemes megadni, nem érdemes, én nem szoktam vele foglalkozni. Én nem szeretem azt, hogyha külön ikonokat küldözget a rendszer, ha a program küld, ha nem küld, nem küld, felkiáltással nem foglalkoztam vele. A régebbi üzeneteknek a mennyiségét szabályozni tudjuk, azaz tároljon el 20 darab, 10 darab, 5 darab, akármennyi üzenetet, és legyen szíves ezeket, ha kéred, előbányászni és megmutatni. Nem érdemes túl sok üzenetet megtartani, ha olyan a rendszered. Tehát nekem jellemzően olyan üzenetek érkeznek ezzel a rendszerrel, amiket én állítottam be, és látom, hogy a program az jelez valamit, akkor természetesen az a programhoz oda megyek, megnézem, hogy ott miért szösz van, miért üzent nekem valamit. Ha pedig szeretnél több százat megtartani, nyilvánvalóan fölveszed, D menü, illetve természetesen a böngészőnek a beállítása. Ezt hagyd alapállásba, hogyha a tűzróka megfelel neked. Én az az igazság, hozzá nem szoktam nyúlni, mert én nem használom ki azt a lehetőséget, hogy az egérgombhoz, egyébhez tudunk rendelni olyan lehetőségeket, hogyha az üzenetben van egy link, akkor rákattintunk és megnyílik. Én inkább kivágom és beillesztem a böngészőmbe. Ez a beírás, a titl meg a klassz, ezt érdemes így hagyni, vagy megváltoztatni, hogyha más a gondolatod, hogyha te olyan ablakkezelőt használsz, olyan asztali környezetet használsz, ahol szeretnéd a dunsznak a megjelenítését, mondjuk árnyékolát, például átlátszóságát, vagy egyebet állogatni, akkor hivatkozni kell valamiképp a dunstra, és bizony ő most ezzel fixálja, hogy akármilyen üzenetpanel jelenik meg, annak a osztálya, amit a rendszer nyilvántart, az ez legyen, azaz nem lesz olyan,
hogy egyik üzenetküldő ilyen dunce panel nevet ad neki, a másik olyat ad neki. Biztos, ami biztos, hagyd ezt természetesen ezen a beállításon, és akkor mindig úgy tudsz hivatkozni a konfigurálásnál a ablakkezelőd, illetve asztalkezelődnek a konfigurálásánál, vagy a dunce-t, vagy amit ide beírtál. A shortcutok, rövidítések, billentyűparancsokat be tudod állítani. Én ezeket leszoktam tiltogatni, amiben nem vagyok biztos, hogy nincs ütköző parancsom, ezeket letiltom. Én gyakorlatilag egyet szoktam meghagyni, a Control Space-t. Ha megjelenik egy üzenet, akkor a Control Space-el be tudom zárni. Figyelj arra, hogyha az ablakkezelődbe ehhez van rendelve valami egyéb tevékenység, akkor az egyiket változtass meg. Én ehhez nem rendeltem, tehát be tudom csukni. Be tudod csukni egyébként a megjelenő panelt, úgyis, hogyha rákattintasz arra, az egérrel, és utána be lesz csupa. Na hát az, ami érdekes. Háromféle gyorsaságot tud. Háromfajta sürgősséget, inkább így mondom, tud. A kicsi sürgősség, kutyát nem érdeklő üzenetek, normál, illetve a kritikus üzeneteknek a beállítása. Azért mondtam én azt, hogy ez egy nagyon jó rendszer, mert hogyha a küldő program, vagy az általad írt script ezen keresztül, mondjuk a Notify Send-en keresztül küld egy üzenetet, akkor természetesen illendő lenne az, hogy az üzenetnek a sürgősége szerint más háttere, más kerete, vagy egyéb jelenje meg. Én úgy gondolom, hogy itt nagyon jól be tudod állítani ennek a rendszernek a nagyszerűségét. A beállítás egyszerű, és én itt kezdtem el a testreszabást, hogy első körben a háttér, illetve a betűszint meg lehet változtatni. Maszek véleményem szerint érdemes is megváltoztatni, hogyha te olyan beállított környezetet, kinézetet állítottál össze, ami neked tetszik. Én nagyon egyszerűen vagyok, én úgy gondolom, hogy a háttér, tehát a kiírásnak a háttere, az bizony legyen egy olyan színű, ami mondjuk itt ez a fülnek a színe, ez az alapszíne. Hogyan tudod a Sub 3-asba ezt előcsalogatni, megoldani? Ctrl-Shift-C, és kapsz egy színválasztó eszközt, amiben van egy pipetta. Pipetta, és szeretném, hogyha ilyen szín legyen, és leokézom. És le is okéztam, ilyen szürke lett. Az előteret, azaz a betűszín, a bizony azt ilyen színre szeretném hagyni. Miután ezt a nem sürgős üzenetet beszerkesztetted, annak a kinézetét beszerkesztetted, nem az lesz az első lépésünk, hogy kipróbáljuk, mert nem fog semmi változni, hanem ide megyünk és megadjuk a sürgősségét az üzenetünknek, a Notify Send ezt kezeli, le is mentjük, keresünk egy terminál, és nyug, és látható, hogy a két szín megegyezik, a keretszín a frame beállításhoz nem nyúltunk, a betűszínhez nem nyúltunk, tehát egy ilyen szerény, hát bizony az én kinézetembe beleillő beállítás szerinti, hát hogy is mondjam, kevésbé érdekes, kevésbé sürgős üzenetet állítottunk be. A következő lépés azt hiszem nem egy nagy dolog, itt bizony mit szeretnénk, szintén ugyanolyanra beállítom a normál üzenetet, én itt Ctrl-C-t, Ctrl-V-vel át is másom, a betűszint hagyom ilyenre, de én frame colornak a normál üzenetnél szeretnék valamilyen szint megadni, méghozzá bemásolom, hogy ott legyen ilyen beállítás. Miután bemásoltuk a lehetőséget, a sort, hogy hát legyen nekünk keretszínünk, ami felülírja a normált, megint Ctrl-Shift és C-vel a Subtext 3-asba ez a beállítás, megkapjuk a színválasztó panelt, lopunk magunknak egy megfelelő színt, hát legyen ez a panelnak a színe, meg fog felelni nekem, és leokézzük, és ezentúl a panel kerete, ami meg fog jelenni, az természetesen olyan lesz, amilyenre beállítottunk. Egy picit el fog ütni a nem sürgőstől,
a betűméret ugyanaz lesz, a betűszíne egy kicsit más, a háttér ugyanaz lesz, és le is futtatjuk. Lementettük, igen, lementettük, megmondjuk, hogy itt legyen szíves normál üzenetet küldeni, kontrollessel lementettük, és látható, hogy a beállítás szerinti más szín, más keret beállítás megtörtént, mehetünk is vissza, és megtesszük azt, ami számunkra nagyon-nagyon fontos, a DUNS-ba beállítjuk azt, hogy bizony a kritikus, a fontos üzenet, amit kritikusként küld a rendszer, vagy a küldő program, az hogyan nézzen ki. Az, hogy a háttérszint meghagyod ilyenre, az egy jó dolog, de én úgy gondolom, hogy a betűszín az legyen piros. Megint megnyomom a Ctrl-Shift-C-t, és ilyen piros legyen, oké, okay, és a keretszín is legyen piros. Ugyanilyen piros, egyszerűen fogod és belemásolod. Így láthatóan el fog válni a normál, meg a alig érdekes alau, és a fontos, a kritikus üzenet az bizony piros betűszínnel, piros kerettel fog megjelenni, és a timeoutot állítsuk nullára. Megmondom miért, mert hogyha beállítod a timeoutot 5-re, 5 másodpercig fog ott lenni. Ez egy normál üzinél megfelel, megnézed, persze elolvasod, nem kis regény, észleled az üzenetet. A nulla azt jelenti, hogy maradjon ott odáig, amíg rá nem kattingatsz. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon kényelmes dolog, mert a kritikusnak gondolt üzenetek, akár te küldöd, akár pedig a rendszer, az ott fog maradni örökre. Csak ott szereznéd hagyni, például, hogyha a naptáradból kiirattatod a napi teendőket, és ezt a Notify Send-del iratod ki a DUNS-ba, akkor beteszed Chrome-ba ezt a kis scriptet, beállítod reggel 8-ra, reggel 8-kor megjelenik a panel, milyen teendőid vannak aznap, és utána természetesen addig ott marad, amíg le nem törlöd, le nem csukod azt a kis ablakot. Nagyon egyszerű. Nézzük is meg első a mentés, és utána megmondjuk neki, hogy hát bizony mi kritikál üzenetet szeretnénk kapni, ezt lementjük, ezért a script. Nézzük is meg. Jó, és kritikus üzenet, piros, piros, háttér ugyanaz, majdnem kiveri az ember szemét, az, hogy más színe van, és másképp néz ki. Ennyi. A következő lépés már csak szépészeti dolog, van a végén olyan beállítás, hogy különböző programokhoz, különböző üzenet típusokhoz, különböző jelzésekhez, különböző formátumot lehet hozzárendelni, scriptet tudunk mutatni belőle. Ezt én hagyom a fenébe, annyit teszek, hogy kitörlöm. Miért merem kitörölni? Én azért szoktam merni kitörölni, mert természetesen ezek a beállító fájlok, konfigurációs fájlok fent vannak az adott GitHub oldalon, Magyar Archi a Magyar Archon, meg amúgy is van mentésem, hogyha mégiscsak kellene valami, akkor természetesen, hát bizony abból ki tudom másolni. Oké, végignézzük, és hát bizony látjuk azt, hogy minden be van állítva, úgy, ahogy nekünk kell, úgy, ahogy mi szeretnénk, nagyjából igaz, valljuk be, nagyjából. Még egy dolgot érdemes megcsinálni, és gyakorlatilag, hát ezt nemrég jöttem rá, persze elolvastam a MAN-t, nézzük is meg, milyen beállítási lehetőségek vannak, még rengeteg, tehát rengeteg beállítási lehetőség van, szeparátor, kolor, egyéb fontok, egyebek, amiket be lehet állítani, és nézzük meg, milyen olyan beállítást találtam, ami szerintem nagyon kényelmes, mindegyikhez oda van látható írva, hogy például a követéshez, hogy None, Mouse, Keyboard, ezt pontosan be kell másolgatni, nézzük is meg, van olyan beállítás, hogy átlátszóság. Bár ez véleményem szerint a DUNS-nak a konfigurációs fájlába bent van valahol, bele van téve, igen, és ki is van hashtagelve, ezt én inkább a PIC-on vagy a Compton, amit használunk, kompozitáló eszközt abba szeretem beállítani, de nyilván itt is be tudod állítani.
Ez az egyik, amire érdemes figyelni, a másik beállítás, amit érdemes egy kicsit átgondolni, és a legtöbb alapbeállításban nincs, a gömbölyített sarkok, tehát annak a rádiuszát, az átmérőjét, tudod, meg annyi, legegyszerűbb, hogyha fogjuk és kijelöljük, majd beillesszük a konfigurációs fájlba, és beigazítjuk helyre. A rádiusz, a sarok lekerekítés legyen valamennyi. Nekem tetszik, igazából megoldható, nem egy nagy dolog, lekerekítjük mondjuk 5-re, és Ctrl-S-sel lementjük, és lefuttatjuk megint a programocskánkat, és lehet látni, bár nem nagyon durván, de egy picit lekerekítettük. Ennél nagyobbat is megadhatunk, hogyha szeretnénk. Becsukjuk, lementettük, és látható, jobban le van kerekítve. Egy kicsit pofásabbá tudjuk tenni a rendszerünk kijelzését. Gyakorlatilag nyilvánvalóan, hogyha te sarkos ablakokat használsz, akkor ez elég rondán nézne ki, ha így hagynád, de hogyha lekerekített sarkokat szeretsz, úgy tudod beállítani, mondjuk a Picom egyik villája tudja ezt, akkor ez úgy beillik abba a rendszerbe. Gyakorlatilag egész szépen meg is oldottuk. Miért nem tűnik el? Gondolkodj el azon, hogy miért nem tűnik el a felirat, azért, mert beállítottuk, hogy végtelen ideig ott legyen. Még egy teendőnk van, amit érdemes megtenni, legalábbis az én véleményem szerint, lementjük a Dunst beállító fájlunkat. Általában úgy történik egy mentés, hogy meg kell adni, hogy mit szeretnél menteni. Én a praktikusság és a gyakorlat miatt bizony lemásolom az elérési útját, oda megyek a konfigurációs mentős eszközömhöz, ami az én mentési szkriptem iszonyat bonyolult, mindjárt meglátjátok, megnyitom, és nem futtat, hanem elindítjuk. CP, kötőjel, kötőjel, parens, mit szeretnénk és hova menteni. A parens, tehát a szülőkönyvtárak megadása nagyon-nagyon fontos, hiszen ez adja meg, hogy a megadott fájlt légy szíves ide másolni, és az egész elérési utat légy szíves hozzátenni, azaz olyan lesz a E3 aláhúzás konf mentési könyvtáromba a adott, mondjuk tudónak a lementési útvonala, hogy ez az egész, és mögötte ott van, tehát a későbbiek folyamán, amikor vissza szeretném állítani, ezt a fájlt már tudom hova kell tenni, és mivel, hogy nagyon egyszerű a szerkezete, ide bemásoltam az előbb kimásolt elérés utat, egy kis szerkesztés, hogy úgy nézzen ki, hogy valahogy kinézzen, és ezen túl, mivel ez be van téve a Chrome-ba, óránként ezeket a konfigurációs fájlokat lemásolja, lementi nekem. Ami lényeg, természetesen ennél bonyolultabb mentési folyamatot lehet összehozni, de ennél egyszerűbbet igazából nagyon nehéz. Szerkeztek egy konfigurációs fájlt, ami nincs automatikusan mentve, idáig, hát ide behozom a elérési útját, a nevét, aztán utána csinálja a gép. Szokjuk meg, hogy amit beállítottunk, arról már érdemes egy-egy mentést csinálni. És miután megtörtént a mentés, a megfelelő, tetsző és jól kinéző akárminkről, nyilvánvalóan, akármilyen konfigurációs fájlról, jön a következő dolog, azt hogy hívják? Tanulás. Oda megy az ember a leíráshoz, akár internetes leírás, akár internetes cikk, vagy akár a manuál oldal, és átolvassa, belenéz, hogy milyen extra lehetőségek vannak. Extra lehetőségek, mondjuk egy tucat lehetőséget emlegettem, aminek a nagy része nem túl izgalmas, de itt vannak az egérgombhoz rendelhető funkciók, ha kell, akkor beállítod. Azaz ne elégedjünk meg annyival, amennyit mondjuk kapsz egy alapkonfigurációt, és aztán az jó, meg annak a színét átállítod, és aztán eldöntjük, hogy hát ennél több lehetőség nincs, hanem olvass utána, mert a legtöbb program sokkal többet tud, mint az alapbeállítás, érdemes utána nézni. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó konfigurálást kívánok, csak hogy az arányokat bemutassam a Dunstnak, az ezenetén konfiguráláson 4 perc volt nekem. 4 perc, és erről beszéltem egy órát, majdnem egy órát.
Az a lényeg, átlássuk, megnézzük, hogy hol van a konfigurációs fájl, elolvasunk egy-két dolgot hozzá, választunk egy nekünk tetsző, jó pofa, jól működő szerkesztő programot. Én a Suble 3-as szeretem, Subtext Editor 3-as, ingyenes, illetve nem ingyenes, hanem úgy mondom, örökre lehet használni, ingyen, de fizethetsz is érte, időnként feldobja azt a panelt, hogy hát jó lenne, ha már megvennéd, azt leokézod, és akkor ingyenesen tudod használni, vagy kifizeted érte a pénzt. Utána végignézi az ember a konfigurációs fájlt, és fölülről lefele, vagy logikai sorrendben beállogatja azokat, amiket kell, amit meg nem tud, hogy mit, hova és mit kell írni, megnézi a leírást, majd lépésenként, a beállított ciklusonként, tehát egy logikai egységenként leteszteli. A letesztelést láttátok, egy kis szkripttel kiirattam azt, amit kell, és utána örültem, hogy azt kaptam, amit láttam. A többit, azaz a végső mentést, hogy folyamatosan mentve legyen az adott konfigurációs fájl, érdemes megtenni, hiszen talán a blogba, vagy valahol említettem, hogy lerobbant az egyik természetesen rendszer Winchesterem, SSD-m, és hát újra kellett húzni az összes rendszeremet, gyakorlatilag harmadára csökkent az idő. Bedugtam a pendrive-ot, fölment a magyarács, és a konfigurációs fájlok beállítása megtörtént. Most megkérdezem valakitől azt, hogy egy Xmonadot beállítani egy olyan kötésekkel, amik neked tetszenek, olyan beállításokat, gyors billentyűkkel, egyesével meg kell adni, beállítani, letesztelni, hogy valóban, ha megnyomod a gombot, funkció működik-e, meg egyéb, hogy a monitorokhoz hozzárendelt akármik asztalok működjenek, az egér úgy működjön, a színek olyanok legyenek, ez legalább 2 napos munka, úgyhogy már csináltál ilyet. 2 perc alatt felhúztam az Xmonadot, feltelepítettem, a Xmonad HS bemásoltam a könyvtárba, lefordítottam a programot, újraindítottam a gépet, és már azt a környezetet kaptam meg, amit beállítottam előtte. Lehet, hogy 2 hétig kínlódtam, kilométer hosszú beállítási fájlokat nézegettem, leírásokat, tutoriálokat, akármiket, hogy hát milyen panel, mi hogyan működik. Bizony, ez, ha nem lett volna lementve, akkor könnyen előfordul, hogy hát nagyon csúnya szavakat mondok, hogy újra kell kezdeni, le volt mentve, visszatettem, és készen is van. Köszi szépen, sziasztok!